Evangélium Szent Lukács könyvéből. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében történt. Pontius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testére Fülöp meg Itúreának és Tachonitis tartományának. Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kajafás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. És ő bejárta Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Izaiás proféta beszédeinek könyvében. A pusztába kiáltónak ez a szava: készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, völgyeket töltsétek föl, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görben legyen egyenessége, göröngyös változék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása. Kedves testvérek, talán köztudott, talán van, akinek ez új információ lesz. A könyvek könyve, a Biblia, a Biblos, több könyv gyűjteménye. Ahogy egy könyvtárban sok-sok könyvet tartanak, és mindegyik könyvnek más a szerzője, más a témája, más a stílusa, más a dokumentációja, a fényképanyaga, mások a mellékletek, máskor adták ki, más a stílus, más a mondani való. Ugyanígy a Szentírás minden egyes könyvének más a stílusa, más a szerzője, más a mondani való. Ahogy a te kézírásodban benne van az egyéniséged és a személyiséged, ahogy a te beszédmódodban benne van a te egyéniséged és személyiséged, hiszen te beszélsz, a te beszédmódodban az egyéniséged és a személyiséged átszűrődik, ahogy a te lakásod be van rendezve, és ahogy a te stílusod és öltözködésed és munkamorálod és a lakásodnak a berendezettsége és tisztasága, és ahogy te főzöl, az egyedi és rád jellemző. Ugyanígy a Szentírás minden egyes könyve egyedi és arra a szerzőre jellemző. Amit most olvastunk és amit most hallottunk, Szent Lukács könyvéből vett idézet, Lukács apostolra és evangelistára jellemző. Márpedig az egyéniségünk és személyiségünk, hogyha átszűrődik a kommunikációs stílusunkba, a fogalmazásunkba, fellépésünkbe, identitásunkba, mentalitásunkba, kézírásunkba, főzési kultúránkba, öltözködésünkbe és a lakásodba, akkor ezekből a jelekből visszamenőlegesen lehet olvasni, és ki lehet tapasztalni, rá lehet jönni arra, hogy aki így öltözködik, akinek ilyen a lakás, aki úgy főz, akinek ilyen a kézírása, vagy olyan a beszédstílusa, az milyen ember. Mi van mögötte, mit örökölt, mit hozott magával, amelyek ezt eredményezték, hogy így fogalmaz, vagy úgy ír, így öltözködik, vagy úgy főz. Az ég egy adta világon minden egyes impulzust fölveszünk az egyéniségünkbe, személyiségünkbe, ezt átszűrjük egy bizonyos szűrőn, és aztán az eredmény az látványos lesz, és ebből az eredményből, akinek van erre szeme, szemüvege, füle, hallása, szíve, visszamenőlegesen rá tud következtetni, ki tudja következtetni az illető személy kommunikációjából őt magát. Ezt azért érzem fontosnak hangsúlyozni, mert az a szerző, akit most olvastunk, Lukács, görög volt és orvos. És ez a kettő szempont nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, amit itt olvastunk és hallottunk. Mert görög máshogy gondolkozik, mint a szemita gondolkodású emberek. Mert orvos, ezért pontos, precíz, pedáns, utána jár mindennek. Eleve az evangéliuma is így kezdődik, hogy ó, kedves Teofil, hogy ez egy fiktív személy, vagy valóságos, nem tudjuk, és talán sosem fogjuk megtudni. Helyesnek láttam, hogy mindannak utána járjam, amit a názáreti Jézus Krisztussal kapcsolatban hallottam. Helyesnek tartottam mindent leellenőrizni, és így most neked megírom azt. Mert görög és orvos, ezért más a történelem szemlélete, más a idősíkja, más a gondolkodás metódusa,
és más a pontosság és a precizitás iránti igénye. Egy orvos, ha elnagyolja a diagnózis felvételt, ha nem figyel oda az apró részletekre, akkor félrekezeli a betegét. Mert ilyen és olyan szimptomákból akár erre vagy akár arra betegségre is lehet következtetni, és nem mindegy, hogy az a láz az egy fokkal több vagy féllel kevesebb. Ebből adódólag, a hivatásából adódólag Lukács pontos és precíz és alapos, szegéről végére, tövéről hegyére mindennek utána megy, utána jár. Ezért van az, hogy elhelyezi térben és időben az evangélium elején nagyjából a Krisztus történést, és arról informál bennünket, hogy Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, és így tovább. Más a görög embernek a időfogalma, mint a keletié. A keleti ember a jelenlétet éli meg, és különösképpen nem izgatja a dolgok egymás utánisága, és nem izgatja különösképpen a dolgok és az események egymásra épülése, vagy a történelmi távlat. A jelent éli a keleti ember, és ebben jól érzi magát. Ezzel szemben a nyugati, és tegyük szívünkre a kezünket, a mi európai gondolkodásunk alapját, ha tetszik, hanem mégiscsak az antikvitás és a keresztény kultúra hordozza, mégiscsak az antikvitásból gyökerezik és meghatározza. Nos, a nyugati ember, így a mediterrán görög és aztán a római, az idő kontinuitására nagy hangsúlyt fektet. Az idő számukra egy folyamat, amelyikben mi beleállunk, és a percek múlnak, a percek órákká, az órák napokká, hetekké, évekké, évtizedekké állnak össze, és közben érezzük a változásokat és a fejlődéseket magunkban. A keleti embernek az idő múlása nem annyira fontos faktor, mint a nyugatinak, ezt amúgy egyébként napjaink eseményei is világosan megmutatja. A nyugati ember a sokkal inkább az idő kényszerének nyomása, drukja, szorító bilincse alatt él, és versenyt futunk a határidőnaplónkkal, és hogy odaérjünk a tárgyalásra, a megbeszélésre, a programra. A nyugati ember sokkal inkább versenyben van önmagával és az idővel, mert az időt folyamatot éli meg, és a percek egymás utánisága kényszerítő erővel hat. Más tehát a keleti és a nyugati embernek az időhöz való viszonyulása. De mert Lukács görög, tehát alapvetően nyugati mentalitása nem szemita, mint a többi evangelistájé, ezért az ő megközelítésén keresztül látjuk ezt a mai evangéliumi szakaszt, ahol is beleállunk a történelembe egy bizonyos pontján, és ez a történelem fix. Lukács megadja az időkereteket, és megadja a helyszínt, és minden részletet gazdagon illusztrál, és gazdagon közöl ahhoz, hogy bele tudjuk helyezni magunkat ebbe az időfolyamba, ebbe a síkba, és el tudjuk képzelni a történelmi keretet, milliót. Poncius Pilátus Júdea helytartója, Heródes Galileának a negyedes fejedelme, Fülöp Itóreának, Trachonitisznek, Lizániás pedig Abilinának a negyedes fejedelme. Még azt is tudjuk, hogy a főpap Annás és Kajafás. És azt is tudjuk, hogy ez a személy, akiről ez az egész hosszú traktátus és bevezetés szól, az nem más, mint Keresztelő János, Zakariásnak a fia, és azt is tudjuk, hogy a helyszín a puszta. Hiszen Zakariás fiához a pusztában az Úr szózatot intézett. Tudjuk az összes alanyt. Az alany az Úr, akin keresztül, aki Zakariáson keresztül, bocsánat, az alany az Úr, aki Zakariás fián keresztül, Keresztelő Jánoson keresztül szózatot intézett a néphez. Pontos az idő és a helyszín keret meghatározás. Miért ennyire fontos ez nekünk, és miért vagyok, bocsánat a kifejezésért, itt leakadva? Kedveseim, azért, mert a lukácsi elképzelés és a lukácsi koncepció szerint Keresztelő János fellépése a történelem fordulópontja.
mert fordulópont nem akármilyen esemény, ezért kellett ennyire körbebástyázni tényekkel és adatokkal. Mert fordulópont nem akármilyen esemény, ezért ebből nagyon sok minden világos lesz, nagyon sok minden a jövőben erre a fordulópontra épül, és lezárja az előtte való korszakot, az előtte való történelmet. Jézus azt mondja keresztelő Jánosról, hogy asszonyok szülöttei között nem született nagyobb nálam. Azért fontos János személye, mert bejelenti a megváltó érkezését, azért a megváltójét, akire évszázadokon keresztül, és itt megint a európai mentalitása fontos, várakoztak a zsidók. Azért a megváltójét, akit előre meghirdettek a proféták, és azt mondja keresztelő Jánosról, a most olvasott lukácsi szöveg, hogy Izaiás proféta beszédeinek könyve ő rá vonatkozik. Izaiás 700 évvel élt korábban, körülbelül Krisztus előtt, körülbelül 7 évszázaddal korábbról szólnak ezek a profétikus jövendőlések, hogy a pusztában kiáltónak ez a szava, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, völgyeket töltsétek föl, hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe legyen egyenesség, göröngyös változék sima, után minden ember meglátja Isten üdvösségét. Hát ez mind nagyon szép és mind nagyon jó, csak mit kezdjünk vele? Hol vagyunk ebben jelen mi itt és most? Múlt vasárnap találtam volt mondani azt a hasonlatot, hogy ha te sós süteményt sütsz, akkor az minden egyes falatjában sós. Nem csak a tetejét sózod meg, hanem a tészta maga sós. Ha az evangélium öröm üzenet, akkor annak nem csak egy felső rétege az öröm, hanem minden egyes üzenet, minden egyes szava kijelentése az örömről kell szóljon. Hol van ebbe bent az öröm? Kedveseim, tegyük szívünkre a kezünket, és rögtön meg fogjuk látni, hogy keresztelő Jánosnak és Izaiásnak a szava jövendőlése itt és most rendkívül időszerű és nagyon aktuális. Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, völgyeket töltsétek föl, hegyeket, halmokat hordjátok el. Lefordítom magyarra. Töltsétek föl a kapcsolati sebeket, az indig odébb kupacolt feladatokat hordjátok el, a rég meg nem írt leveleket, a rég vissza nem adott könyveket, a rég nem viszonyított látogatásokat és víziteket most ejtsétek meg. Ami görbe legyen egyenessé a munkádban, a kapcsolatodban, a lelki életedben, ami göröngyös, változzék sima úttá, és akkor meglátod Isten üdvösségét. Nem lárpúr lár, nem önmagáért való és önmagának szóló Izaiás proféta jövendőlése és keresztelő János föllépése, hanem az Úr érkezését hírül adja. Az Úr érkezésére készít elő. És ha egy nagyon fontos személy érkezik hozzád látogatóba, akkor ugye kitakarítod a lakásodat, és talán még sütsz és főzöl is valamit. Nem hiszem, hogy vetetlen ágyjal fogadod a látogatót a nappalitba, és minden bizonnyal az éppen szárogató ruhákat is valahova félreteszed egy mellékes helységbe, vagy egy félre első helyre zugra a lakásodba, hogy azt azért a látogató lehetőleg ne vegye észre. És felmosol, és portörögetsz, és porszívózol is. Készülsz, hogyha egy látogató hozzád bejelentkezik. Nem, de legalábbis remélem. Ha ezt emberi viszonylatban és emberi szinten meg tudjuk, meg szoktuk tenni, vajon nem kéne minimum ugyanezt Isten és a mi relációnkban megtenni? Vajon nem kéne Istennel szemben a saját lelki előkészületeinket az ő érkezése előtt megtenni? Izaiás proféta könyvének olvasása és keresztelő János rávaló hivatkozása ezt akarja előkészíteni. Minden, ami diszkomfortos
az Isten és te közteli kapcsolatban, minden, ami sebzett, minden, ami hibás, minden, ahol az eresztékek és az illesztékek nem működnek pontosan, minden, ami göcsörtös, minden, ami hepe és hupás, minden, ami göröngyös, az legyen egyenesé és simává. Neked lesz jobb, ha így ünnepled az adventet, ha így készülsz az Úr jövetelére, akkor hiszem, beigazolódnak a Szentírás szavai, és minden ember meglátja az üdvösséget. Azt az üdvösséget, amelyik a szívedbe és a lelkedbe már az előkészületekkel el tudod kezdődni.